mi történik amögött az ajtó mögött, ami előtt egyre nagyobb cipőket látsz, és egyre többet. Az egyik az istentisztelet. Ezek a gyerekek nagyon-nagyon vágynak olyan hatalmasságokra, akikben ők feltétlenül megbíznak, akik nagyon tudják a tutit. Ezért sokszor nagyon vonzódnak azokhoz, akik sikeresek. Az, hogy miben sikeresek, az most szinte mindegy, általában zenében, de most egyre népszerűbbek ezek a youtuberek, vagy az ilyen online videósztárok. Az a lényeg, hogy ebben a korban a gyerekek nagyon szeretnék modellezni azt, ami siker. Ez az egyik irányadó, a másik irányadó pedig, hogy most már nem ránk figyelnek, hogy nekünk mi a véleményünk róla, bár ha jól csináljuk, akkor még az is lehet. Tehát, hogyha úgy el tudod folytani, hogy te úristen, most ezen a hülye visító kis csajon mit zabál másfél milliárd YouTube lájkolás, nem, az a Facebookon, mit zabálnak másfél milliárdan, hogyha ezt el tudod folytani, ezt a gerincre lőpő jövő fölháborodásodat, és tényleg megnézed, hogy vajon mi van vele, akkor esetleg még rád is oda sandít a gyerek, hogy neked mi a véleményed róla. De a sandítás az átmegy a kortársra, és hogyha a kortársak megegyeznek benne, hogy hű, ez nagyon király, és menő, és baró, és mit tudom, akkor az lesz, és akkor őt fogják modellezni. Hanghordozásban, viselkedésben, hágózás, de amiben éppen utánozható, arról azt gondolják, hogy modellezik. Tehát ez az egyik oldal. Ez hál' Isten nagyon múló dolog, ezért sok modell fut végig náluk ideális esetben, és hogyha sok modell van, az sok viselkedésmód, meg sok túlélési, meg megküzdési mód, úgyhogy ezeket szépen hagyjuk őket kritika nélkül. Tehát ők a modellek, a példaképek, a bálványok, megint csak azt tudom mondani, hogy hagyjuk őket, ez a görög világ, és a görög világban bizony sok isten tiszteltek. És ezek az istenek, ezek, amint tudjuk, ezeknek voltak viselt dolgaik. Hagyjuk most, hogyha a görögöknek elment az, hogy hát az EUSZ, hogy is mondjam, azért mégiscsak egy hattyúval folytatott szexuális életet, akkor legyünk egy kicsit toleránsak ez ügyben is, vagy hogyha ha meg találunk benne valami pozitívet, azt meg próbáljuk kiemelni, tehát hogy emeljük ki nem a másik modellt, hanem ennek a modellnek a valóban modellezendő oldalát. Mert van ilyen. Erről majd a következőben beszélek.